Cheryl Brackley egzotikus tánccal kereste a kenyerét. 18 évesen önmagát és kislányát kellett eltartania. Ám évek múlva ez az életmód az öngyilkosság küszöbére sodorta. Legbelül még mindig az a kislány vagyok. Azt mondják, ahány éves korában molesztáltak valakit érzelmileg, valahogy megreked abban az életkorban. Ez az én esetemben egy 9 vagy 13 éves kislányt jelent. Így emlékszem. Cheryl Brackley visszaemlékszik, hogy mennyire vágyott a szeretetre, és hogy a nevelőszülei molesztálták. Ha egy kislányt megütnek, molesztálnak és elkábítanak, vagy egyszerűen csak leráznak, ha sosem mondják neki, hogy szeretik, hogy értékes, akkor előbb-utóbb elkezdi élni az életét. Felnőtt nővé cseperedik, de azt fogja gondolni, hogy őt soha nem is szerették. Senki nem szeretett. Senki számára nem voltam különleges. Senki nem tartott értékesnek. Senki nem akart felnevelni, formálni, csinos fiatal nővé alakítani. Cheryl 16 évesen egyedülálló anya lett, 18 éves korára pedig drogfüggő, topless táncos. Akkoriban csak az életben maradásért küzdöttem. A túlélés volt a cél, akár társat választottam, akár munkát. A döntéseimnél azt gondoltam, muszáj megtennem ezeket, hogy meg tudjak élni. Ahhoz, hogy el tudjam tartani a kislányomat, szükségem volt pénzre, lakásra. Ki kellett másznom egy rossz helyzetből. Mindig azon voltam, hogy kikerüljek az aktuális nehéz helyzetből, de közben egy másik rosszat választottam. Így éltek éveken át. Cheryl megházasodott és még egy gyereket szült, de a férje hűtlen volt, ezért elvált tőle. Elkeseredettségében a szellemvilág felé fordult, gyertyázáshoz és különféle szeánszokhoz. Azt vártam, hogy összhangba kerüljek az angyali lényekkel. Kaptam is bizonyos válaszokat, de aztán valami megjelent az otthonomban. Korom sötét volt, és nagyon-nagyon rémisztő. Fekete foltok jöttek keresztül az ajtón. Olyan tévék, amik be sem voltak dugva. Most maguktól bekapcsoltak. Ezek a lények rémizgettek minket. Cheryl szakított az okkultizmussal, de a gonosz ott maradt. Még a metamfetamin sem tompította rettegését. Emlékszem a rémület, az egyedüllét és a kimerültség mély, határtalan, sötét és gyomorszorító érzésére, amit már nem bírtam elviselni többé. Egyetlen percig sem. Üresnek éreztem magam. Úgy gondoltam, nincs más hátra. Egy este, mikor a többiek lefeküdtek, Cheryl elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Tökéletes megoldásnak tűnt, békésnek. Egy örökké tartó csodálatos helyzetnek tűnt a halál, de továbbra is elhagyatottnak éreztem magam. A pengét a csuklójához tette, de aztán hezitált. Azt mondtam, oké, ha van Isten, mentsen meg, állítson meg. Abban a pillanatban a tévé bekapcsolt, és egy férfi azt kiáltotta, te, ott. Oda néztem, mi van? Ő meg igen, te. Emeld fel a kezed. Fel is emeltem, és hirtelen elkezdtem rázkódni. Az egész testem rázkódott. Olyan forróság öntött el, hogy fájt. Elejtettem a pengét. Egy hang, nem a tévéből, hanem valahonnan máshonnan azt mondta, hogy ezeket a dolgokat többé nem fogod kívánni. Szeretlek. Cheryl egész életében ezekre a szavakra várt. Képzeljék csak el! Gondoljanak bele egy pillanatra! Egy senki, egy értéktelen valaki egyszer csak Istenhez kiállt, és Isten megmutatkozik neki. Úgy éreztem akkor, hogy minden csodálatos.
Úgy éreztem magam, mint az a kislány, aki azt akarja hallani, hogy ő csodálatos, értékes, elhívása van, célja van az életének. Ezek kavarogtak bennem. Nem fogod kívánni többé ezeket a dolgokat. Aztán azt mondta, hogy kövessem a hegyet, amíg meg nem látom a nevét. Én meg, mi a neve? Mi lehet a neve? Reggel családjával együtt autóba ült és engedelmeskedett a hangnak. Mentünk. Nem volt túl messze. Előre kellett menni fel a hegyre. Követtük az útvonalát, és odaértünk egy hatalmas gyülekezeti házhoz. A tetőre az volt felírva, hogy Jézus. Emlékeznek? Azt mondta, kövesd a hegyet, még meg nem látod a nevemet. Micsoda? Ismét forróság öntött el elég erőteljesen. Azt mondtam, itt vagyunk, ez ő. Az ő neve Jézus. Jézus valóságos. Valóban az. Ebben a pillanatban Cheryl megszabadult a drogtól, az alkoholtól és az okkultizmustól. A striptizt is abba hagyta. És bár évekig tartott, hogy a múlt fájdalmait feldolgozza, soha nem kérdőjelezte meg Isten szeretetét. Mint egyedülálló anya azon van, hogy a lányai szeretetben nőjenek fel. Ezt azért akarom, mert én olyan kislány voltam, akinek ebben nem volt része. Ez már nem igaz. Jézus Krisztus Cherylt a legsötétebb pillanatban találta meg. Valóságos volt, hozzám jött. Fontos voltam valakinek, egy személynek, hisz ő a legfontosabb személy. Az én atyám a mindenható Isten, a mennyben van, és szeret engem.